A Kapuvári Bográcsos Egyesület idén is meglepte a nyitott Kapuvár térségi szociális szolgáltató központban napközben tartózkodó fogyatékkal élőket. A katolikus iskolaközpont műsor után 10 óraival kedveskedtek, majd a Mikulás is megérkezett. Szervusztok, kedves fiatalom! Fogadjunk, kitalálom, miért vagytok itt? Szerintem ti a Mikulás várjátok. Igazán van? Igen! Igen! Messze van? Igen! Aztán áruljátok csak el nekem, járt már valaki közületek a Mikulásnál? Látta-e már valaki, hogyan készülődik Mikulás a nagy napra, az ajándékok kiosztására? Akkor én most odavarázsolok benneteket a Mikulás házába, ahol már kezdődik a készülődés a nagy ajándékozásra. Csukjátok be jó erősen a szemeteket, és amire hármat számolok, már ki is nyithatjátok. Jól figyeljetek! Csiribi, csiribá! Legyünk ott, ahol akarunk. Legyünk gyorsan a Mikulás házánál. 1, 2, 3. És már kinyithatjátok a szemeteket. Íme, itt a Mikulás háza. De jók legyetek ám, nehogy megzavarjátok a nagy készülődést. Na, manócskáim, nézzük akkor a leveleket. Úgy látom, már szép számmal összegyűltek. Hoztam még néhány levelet Mikulás barátom. Kedves Mikulás bácsi, kisnike vagyok. Még nem tudom tudni, ezért hanukám én helyettem. Légy szíves, hozz nekem sok-sok édességet, mert nagyon jó gyerek voltam. Köszönöm szépen, édesség. Hol is van az édesség? Aha, itt. Kedves Mikulás, lehet, hogy azt mondod, én nem is vagyok jó gyerek, de tudd meg, hogy én, ha próbálok jól viselkedni, de nem nagyon sikerült. Azért szeretnék egy autót és egy kis csokit kapni tőled. Mikulás, olvasd csak el ezt a levelet, mit szólsz hozzá? Szerintem megérdemli ez a kis gyerek az ajándékot? Úgy olvasom, hogy igyekszik tőle, mi értékeljük ezt, pakolcsak be neki az ajándékokat. Kedves Mikulás, úgy gondolom, hogy tavaly óta sokat javultam. Ezt én pénzmérhetet vágtam, mert elrámolom a játékaimat is, hogy te is úgy gondolod, hogy kaphatnék egy mesekönyvet tőled. Mesekönyv, mesekönyv. Teszek egy kicsokit is mellé, hiszen az nagy, hogy egy kisgyerek már elpakolja a játékait. Mikrét tudom, nem érő érkezett. Látjátok, mennyi munka itt van maguknak? Nem érítem őket, de úgy látom, hogy nagyon ügyesen végzik a munkájukat. Hagyjuk is őket dolgozni. Nagy rosszul csomagolják be az ajándékokat. Most pedig lássuk azt is, jóság van a Mikulás ruhaszekrényében. Mikulás, Mikulás, Mikulás! Tessék, kiszólni! Én, azaz mi, a ruhák készen állunk a nagy útra. Nagyszerű, menjetek az előszobába és várjatok ki velemre. Szerintetek, gyerekek, kinek kellene felkészülni a nagy útra? Rénszarvasoknak! És mit tudnak a rénszarvasok? Szánkót! Bizony, bizony, a rénszarvasoknak és a szánkónak is itt az idő, hogy készülődjenek. Nézzük csak! Mi ez a zaj? De furcsa hangok! Milyen kellemes illat? Vajon mi ez? Szerintem ez a hó illata. Szerintem az pedig a maluk. Tényleg, tél van esik a hó. Akkor ez azt jelenti, fel kell kelnünk előtt a vízbe. Bizony, tartva partás egyet. Lábhajlítás 1-2, kéznyitás 1-2, derékhajlítás 1-2. Én ma fel is ébredtem, kis vagyok, hogyha készen állok. De hol a számfó? Ébresztő számbarátom, itt a tél, indul a munkám. Napontjár. Ébredj már, a maluk nagy munkában vannak. De én aludni akarok, hadd jövök. Nem lehet, neked is dolgod van. Ébredj, szedd rendbe magad, mert mindjárt indulok. Na, Manócska, én hogy álltok a munkával? Holnap december 6-a és indulás. Miért nem ezt mondtátok? Szóval készen vagytok, Manócska? Igen. Akkor most alszunk egyet és holnap indulás.
Mikulás, Lótás Mikulás, jön a sok jóval, tengeri szóval, cselló muzsikál, csizmám tele már, mosolyog, hallgat, fazag úgy bontak. Hová is induljunk először? Tudom már, belenézek a mindenlátó messzelátomba, és megnézem, hol várnak rám a legjobban és a legszebben. Azt hiszem, a Mikulás minket néz. Legyetek most nagyon jók, és énekeljük valami szépen a Mikulásnak. Hadd lássa, hogy mi már nagyon várjuk őt. Ismeritek azt a dalt, hogy ajtónál valaki megáll? Igen. Akkor énekeljük el. Ajtónál valaki megáll. Hiszen idáig még sosem csalódtunk benned. Előre is köszönjük, nagyon várunk. Na akkor már is ott lesz a Mikulás nálunk. Hókusz, hókusz, egy-két hát. Nyitott kapuvár, ez az, hát itt a fiatalok levele. Ad csak ide. Most már rajtunk a sor. Csokoládé, jaj, de jó, de a vitás jó gyereknek nem baj.
Én a nyitott kapuvárra várakozó fiatalokat keresem. Igen. Yeah. Yeah. Tudjátok, hogy ti vagytok idén az elsők, akiket meglátogatunk és megajándékozunk. Amikor belenéztem a mindenlátó messzelátomba, ti voltatok a legjobbak, és ti énekeltetek a legszebben. Hoztam is nektek ajándékot, de van egy kis baj. A manóim otthon ragadtak, és ti olyan sokan vagytok, hogy nem tudom egymagam kiosztani nektek az ajándékokat. Ez nem baj, mi legyek többé varázsló, nem tudom neked ide varázsolni a manóidat. Az bizony nagyon jó lenne. Szívesen megteszem. Figyelj csak! Fókusz, fókusz, csili fókusz. Manócskák, ide gyertek hozzám! Itt vagyunk, Tudás, mivel segíthetünk? Segítsetek kiosztani ezeket az ajándékokat. Szívesen. Köszönjük meg ezt a sok szép ajándékot egy szép énekkel. Gyerek meg
napot! Hú, ez tényleg még jó volt, nagyon, nagyon szuper, nagyon ügyesek lettek gyerekek! Na, biztos van még egy kedvenc dalamotok. Na, gyerkőcök, együtt valami? Személyes versikével próbálkozik, vagy egy kis mondókával. Na, ki kezdi? Ki lesz az első? Szervusz, szervusz! Hallottam, hogy nagyon jó voltál. Fogad szeretettel, esetleg valamivel készültél a Mikulásnak? Egy kis kicsúcsága? Egy énekre sem készültem. Szerintem. Jöjjön hozzám, várunk rád, kedves öretél a hó. Nacakáru télapó, jó gyere barátja, cukrot, ior, fogyorod, retteget a zsámba. Ha merre jár reggeli, két cipőt kemetteli, mert tölti a télapó, ha üresen látja. Nagyon örülünk, hogy meghívtak minket a nyitott kapuvára, és már sokadszorra is mi a katolikus iskola 5. B és 5. C osztálya adhatunk műsort a sérült fiataloknak. Továbbá köszönjük a Kapuvári Bográcsos Egyesület elnökének, Kapui Pál úrnak az ajándékokat. Minden ellátott kapott egy-egy csomagot. A Mikulás szívesen látogatott el ismét az intézménybe. Igen, hát tulajdonképpen ismét egy sikeres napon vagyunk túl. Ugye immár a Kapuvári Bográcsos Egyesület 9. alkalommal szervezte meg a nyitott kapuvárban a fogyatékkal élő fiatalok Mikulás ünnepségét. Dr. Balázsfényi László kollégámmal, ő a mindig Mikulás, ő már 9. alkalommal, tehát itt van karöltve az igazgatóasszonnyal együtt hármasban. Oldjuk meg ezt a szép plusz elnézést még a kedves munkatársai, ugye, mert reggel 8 órakor indul a nap, szendvicset készítünk, tehát kakaót, és tulajdonképpen ezzel indul. Amikor megreggeliztek, arra ideérnek, most már a 9. alkalommal, ugye tavaly a pandémia véget kimaradt, a
katolikus iskola 5. osztálya adja mindig Szent Miklósról egy kis, egy 15-20 perces kis színdarabot, nagyon ügyesek voltak a gyerkőcök, és akkor a gyerekeket is megjutalmazzuk egy kis teával, üdítővel, szendvicssel, süteménnyel, és ami a meglepetés, hogy a Mikulás bácsi a gyerekeknek is ad egy Mikulás csomagot. Úgyhogy nagyon-nagyon boldogok voltak, sőt, most volt az... Télapónak is jó, hogyha kiosztja a csomagokat. Igen, igen. A Mikulás is nagyon boldog, amikor ide jöhet a gyerekekhez. Nagyon sok kedves, régi és jó barát, ismerős arcot láthat. Ebben a nehéz helyzetben, ahogy azt a kedves kapu úr is mondta, nem egyszerű ez a kihívás, de mi mégis úgy gondoljuk, hogy betartva mindenféle egészségügyi szabályt, egy kis jósággal próbálunk egy kis örömet, egy kis csodát varázsolni így az ünneptáján, ezzel is örömet, és egy kis igazi újdonságot, egy kis pozitívumot vinni a gyerekek és a nyitott kapuvár életében. Köszönjük a lehetőséget! Ugye a Bográcsos Egyesület támogatja mindezt, hiszen itt számtalan csomagot osztottak ki, tizórait készítettek, tehát ennek voltak természetesen költségei, de önök ezt minden évben megteszik, hogyha van rá mód. Igen, hát tulajdonképpen vannak kedves visszatérő támogatók, és ugye a Bográcsos Egyesület is a rendezvényeből mindig tartalékol erre a rendezvényre és a következőre is. Hát most 114 csomagot sikerült készítenünk, nagyon boldog vagyok, úgyhogy, és tulajdonképpen nagyon ragaszkodunk a dr. Balázsfényi úrral, hogy az legalább minőségi anyag legyen. Tehát tulajdonképpen azért gyűjtögetni kell rendesen, és hát ma még sikerült. Nagyon boldogok vagyunk. Lesz folytatás, hiszen én úgy tudom, karácsony előtti napon, tehát 23-án a város központjában a Bográcsos Egyesület ételt fog osztani. Kiknek és kiket várnak oda? Tehát mindenkit várunk, ez a szeretetről szól. A Bográcsos Egyesület, ugye van ez a pandémiás helyzet, tehát a legnagyobb elővigyázatosság és a higiéné meg az egyéb követelmények betartása mellett csomagolt élelmiszert, tehát nem ott helybe készítjük el, hanem csomagolt élelmiszert adunk mindenkinek. A nyitott kapuvár munkatársai, mert nagyon örülök, 150 jegyet adok át, a többit azt a Bográcsos Egyesület és a minket szorgalmazó személyek osszák. Tehát tulajdonképpen az idén 120 adag székelykáposzta, 120 adag pincepörkölt és 220-230 adag csirkemellrizottó készül. Ezt mindig ilyen közvélemény kutatásba folytatom, és a legtöbbet és a legkedveltebb ételeket, azokat, amiket felsorolok, választanak, így történik. És akkor még egy vállalkozó jóvoltából még lesz édesség, aztán egy a 750-800 darab almát tudtunk összegyűjteni. Na, és a másik, mivel hogy a szeretett konyhának ez lesz a 10. évfordulója, így teával, forradborral, süteménnyel, sós és édes süteménnyel kedveskedünk az odalátogatóknak. Ez nagyon örülök neki. Melyik napon? Ez pontosan december 23-án csütörtökön 10 órától 12 óráig a Báróberg apartman udvarán, ugye az a legbiztonságosabb hely, se gépkocsi forgalom, se egyéb, tehát tulajdonképpen ezt a helyet jelöltük ki. Ugye az elmúlt időszakban az volt a szokás, hogy például 2 évvel ezelőtt a nyitott kapuvár segített abban, hogy kik a rászorulók a városban. Azoknak is tudtak segíteni ilyenkor, és ha jól értem, most azon felül, aki oda megy, azt megkínálják egy kis forradból, illetve teával. Igen, ezt így terveztük, mivel ugye ez egy kerek évforduló, és hát így szeretnénk. Ugye mindig a tervezet az megtörténik, aztán a megvalósítás ez egy más dolog, de általában mindig sikere volt olyan 95-100%-ban mindent megvalósítottunk eddig. 2 év után ismét sikerült egy ilyen együttműködésben megvendégelni is, meg ajándékot adni a fiataloknak. Ön hogyan értékelné a nyitott kapuvár, illetve akár civil szervezet működését ebben a helyzetben? Igen, tiszteltek, köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy talán az ünnepvárásnak, a Mikulásnak, illetve a karácsonynak a legnagyobb értéke az a gyermeki öröm, várakozás, ami az itt élőkben még mindig bent van, hiszen otthon is átérhetjük, hogy akkor az igazi az ünnep, amikor még hisszük, és úgy fordulunk az ünnepek felé, hogy tele van a szívünk szeretettel.
az itt élő fiatalokban ez még megvan, ők hisznek mindenben, nagyon várták ezt a ünnepséget, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk a Bogácsos Egyesületnek, Pali bácsinak, hogy ezt minden évben megszervezi számukra. Tényleg már hetek óta készülnek énekekkel, versekkel. Sajnos a tavalyi év az ugye kimaradt a pandémiás helyzet véget, de a csomagok azok ugyanúgy ide kerültek. Mikulásunk is volt, úgyhogy igazából az öröm ugyanúgy megvolt, de maga az ünnepélyes hangulat az ugye elmaradt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy idejében erre volt lehetőségünk, és köszönjük a Páli Szent Vince iskolásoknak is, hogy egy ilyen színvonalas műsorral ajándékoztak meg bennünket. Ugye az önkormányzat mellett a civil szféra is segíti a nyitott kapuvárt. Ez a segítség hogyan valósul meg? Hogy látja ebben az ünnepi időszakban, hogy megfelelő módon támogatják önöket, segítik az önök tevékenységét? Igen, ahogy a múltkori beszélgetésünk alkalmából is kiderült, tehát elmondtam, hogy nagyon sok olyan civil szervezet, vállalat, magánszemély van, aki ilyenkor minél inkább odafordul a segítségre szorulók felé, és elég sok támogatást kapunk, amit örömmel tudunk szétosztani, és azt gondolom, hogy a munkánkhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy kívülről érkezzenek különböző támogatások, segítségek, hiszen mi tanácsadásban, életvezetésben tudunk segítséget nyújtani, a kézzel fogható dolgokat pedig olyan szervezettől kapjuk, aki ebben közre tud működni. Ugye december 23-án ismét lesz szeretetkonyha, ez is egy komoly együttműködés a nyitott kapuvárnak és a Bográcsos Egyesületnek. Hogyan tudják most ebben az évben segíteni a civil szervezetet? Terveink szerint december 23-án fog ez az ételosztás megtörténni az Egyesület szervezésében, mert előzőleg Pali bácsival egyeztettük, hogy mennyi jegy kerül átadásra nekünk, és akkor ezzel a jegyek kapcsán szólítjuk meg a rászoruló lakosságot, akit szeretettel várunk oda a jegyek kapcsán, és hogy a Pali bácsi elmondta, az idei évben egy kicsit szeretné ezt nyitottabbá tenni, és olyan embereket is szeretne vendégül látni, nekik a közösségi élmény és az együtt töltött idő, a jó szó is fontos. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.